Pál Zoltán Arvisura rovó magánlevele dr. Pataki Lászlónak 1969. július 4. Ózd Kedves Laci bátyám! Kimondhatatlan örömet éreztem, amikor a Gyepes-Vajdavári kirándulásról hazaérkeztem, és a nem várt levelet ilyen korán megkaptam. Ugyanis hosszabb gondolkozási időt vártam a volt harcostársam szokatlan megjelenése miatt, és az ismeretségünkben. Egyik rokona, Otto Kusinen és ő, lelkes hívei voltak a 24 hun törszövetség felfedésének. Sajnos a karjalai kusinen már meghalt. Ketten képviseltek bennünket keleten. Irjő Szalminen idegei és összetöröttsége nem bírja a mi viszonyainkhoz hasonló kiadási izgalmakat, különben is ő sokkal jobban ragaszkodik az arvisura törvényekhez, mint én. Sokkal inkább tiszteli az őseink hagyományain alapuló törvényeinket, mint én. Bizonyára Laci bátyám is észrevehette, hogy sokszor olyan dologról írok, ami eddig teljesen ismeretlen volt történelmünkben. Írjő és társai hozzájárulásával, miről írtam én a 348. arvis urában? 1955-ben leírtam Szalavárét urával való találkozásomat, és a Mansi Sámán életét, a strecsnoi medvetort, rakonságunkat a Mansikkal. 1965-től pedig írom a 24 húntör szövetség megalakulásától népünk életét a volt harcostársaim jóváhagyásával. Az arvisura törvények, mindannyiunk figyelembe vétele mellett. Ez dióhéban a következő. Egy magas kultúrájú földrész elsüllyedt, de nem pusztult el minden lakója, mert akik hajón útban voltak, életben maradtak. Egy agaba nevű kereskedő családjával és vendégeivel megmenekült de nem tudott visszatérni elsüllyedt hazájába, hanem Észak-Kína mai területén ért partot, ahol megtelepedett. Innen a gyorsan szaporodó kínaiok kiszorították a Hoang-ho völgyébe. Itt éltek a hun törzsek, akikkel már kereskedelmi és családi kapcsolatai voltak. A hun törzsek örültek a sok kincsel érkező agabának, de a tél közepén elfogyott az élelmük, és ekkor az Ata Ízisz, azaz napisten vallású agaba főpap, és tudós ember meggyőzte a hun törseket, hogy az égi eredetű medvék nem szent állatok, akkor ha embert ütnek agyon, vagy szétdulják a vetéseiket. Az égi agya pedig a medvéket megbüntette azzal, hogy medvetor legyen bűneik miatt a végzetük. Ez épp olyan, mint napjainkban a tehén kultúra Indiában, akik vallási hiedelemből nem eszik meg a teheneket. Az első medvetor, Időszámításunk előtt 4040-ben zajlott le, és róni kezdték a medvetorok történetét. Amíg az Agaba nép és minden kultúrnép holdévekben írta az időt, addig mi egyik medveevéstől a másik medveevésig írtuk az időszámításunkat. Először a világon mi írtunk medveéveket. Az első nagy medvetoron Agaba bölcsember megszervezte a 24 hun törzs szövetséget, amelynek tagjai a Hangun folyó balparti 24 folyóvölgy népei voltak. Hunok, avarok, kabarok, úzok, kunok, stb. Agaba bölcs ember rögtön megkezdte a sámán képzést, míg a hunok a vezér képzést, amely igen gyakran összefonodott, ahol a nagy süán alkalmával az öregek tanácsa kiválasztotta, ki legyen az ifjúság fővezére és fősámánja, de amíg az öregek éltek, addig ők csak kalandozásra vagy építő munkára vitték a nyugtalan ifjúságunkat. Így kerültünk a mai India Bihar tartományába, Egyiptomba, Suomiba és a Fekete tenger mellé, stb. helyekre, ahol Ataízisz vallású féle népeket kerestünk, a magas kultúrájú népek megmenekült tagjainak nyomait. Ezeket nem mutatásképpen írom le, hanem azért, hogy Laci bátyám láthassa, milyen mélyről ismerem a népünk történetét. Ez a kis leírás minden eddig ismeretlen dolgok kérdését megoldja. A mai Magyarország területén legelőször a Parsis kíták jelentek meg, és a jómódú kövér helléneket, görögöket délfelé szorították. Ezeknek a vezérük az ifjú Pannon volt, Másodszor, nyolcadik törzsünk a jászok telepettek meg a Dunatisza között. Harmadszor a 24 hun törzsi szövetség ide tette át a székhelyét, majd visszavonultak. Utána az avarok vezették a 24 hun törzs szövetséget hazánkba, végül az új nép a magyarok foglalták el hazánk területét, bár mindegyik ifjúsági hullám hagyott itt valakit a törzsi közösségből. Mindezek figyelembe vételével nyugodtan válaszolhatok Laci minden kérdésére, mert az ősök tiszteletén alapuló vallás ismeretében 1. Lóna, Gyíjó, Ilona fejedelemasszony 469-ben született a Csaba pusztaszeri palotájában, ahol Szanka a Csaba fősámán jelöltje volt. 2. Az első nagy csuánt, mint a Dunna asszony rimalány tanítványa 487-ben nyerte meg 18 éves korában, és ezzel a győzelmével maga választhatta ki férjének Zsoltot, a Csaba egyetlen fiú unokáját, mivel Dunna asszony után ő lett a rimalányok ifjú vezére, a Dunna örököse. 3. Dunna asszony 498-ban halt meg, és utódja az ifjúság vezére, a veje, Sziktivár komi származású építőmesterségű vezér lett aki sok kellemetlenséget okozott azáltal, hogy az ifjúság unszolására tiltott kalandozásokat vezetett, amelynek kapcsán sokan életüket vesztették. Így meghalt a gyíjó férje Zsolt is, míg Sziktivár az úz Jákóhoz hasonlóan megbénult. Ekkor az öregek tanácsa Száva asszony tette meg a 24 hunt törzs szövetség fejedelem asszonyának 500-503 között tehát Sziktivár ifjú vezér 498-tól 500-ig volt fővezér, majd bénulásában ősszel meghalt. 4. Lona Gyíjó bánatában átvette az Attila kultusz őrparancsnokságát, és készült az öregek tanácsa által meghirdetett nagy Süánra, hogy ki legyen az új fejedelem. Minden nap lovagolt, ötvös mesterséget tanult, szanka, majd utódja szöget tanította a Sámár mesterségben és édesapja szöged a vitézi tudományokban, míg Domasámán és Gerőc atya a hitbeli dolgokban, míg el nem érkezett három évi kemény munka után a nagy sűán, amelyet a 34 éves Lona Gyíjó nyert meg nagy fölénnyel, és a Dunna halála utáni Rima lány vezéri tisztség mellé elnyerte a 24 hun törzsek fővezérségét, és Budavárát véglegesen elfoglalta. 5. Iduka Huga édesanyjától Majsától 40 éves korában 493-ban született, de két éves korában, azaz 495-ben, Szanka újváron 5 éven keresztül sámán képzést vezetett és családja oda költözött. Lona, aki nagyon szerette a két éves koráig vele lakott kis hugát és a dísztáviratban említett aranytálakat 496-ban készítette az úsztörzsbeli ötvösök segítségével mivel a tálakon a negyedik hun törzs felségjelei vannak. Annál is inkább, mivel édesanyja Maisa 497-ben megszülte Ibolyát, és a gyermekszülés következtében meghalt. Ekkor vette el Szanka a léka leányát, a 32 éves nyomorék mágyinkát, aki vállalta a kis Ibolya felnevelését. Tehát a Doma Sámán arvisurája szerint, amelyet Szöged arvisurája után írt, a Lona Gyíjó ötvös művészete erre a korra esik. 6. Csaba, aki 453-tól 470-ig volt fővezér, a hunok nagy vadászatán súlyosan megsebesült, és eltűnt a torjai büdös barlangban, szöked arvis urája szerint. Bár ezt a széki hunok soha nem hitték el. Ezért várják mindmáig vissza a Csaba seregét. Ekkor lett Sziktivár ifjúsági fővezér, és mint építő ember fölépítette tartú Szuoma észt, itt maradt ácsmesterrel a mai Citadella helyén, Sziktivárat, és abba költözött, míg Budavárát Dunna asszony után, mint a rimalányok ifjú fejedelme, már 498-ban Lona Gyíjó örökölte, és nekesse illetve Dejédes aranyasszony utódai laktak benne. Míg 503-ban, mikor Gyíjó újból megnyerte a nagysüánt, mint Ilona fejedelemasszony végleg Budavárba költözött. 7. Priskos görög történetíró nem Buda özvegyével, hanem Jákó özvegyével Bősárkánynal találkozott, aki Bagamér huga volt és a Rimalányok akkori fejedelme. Bősárkánytól még Buda és Attila is félt, mert erélyessége miatt, amelyet Bagamér hagyott neki, a hunok lelke volt. 8. A parszi kitákat már Ilona telepítette 505-ben Erdélybe. Mivel utódja Érd, a szöged által őrzött Attila sírjának vidékét széki hunokkal ismét betelepítette, de továbbra is itt folyt vitézképzés. 9. Nekesse 487-ben költözik Duna ordozba, és meggyógyítja Dunna asszonyt. Ekkor érkezik meg unokája Hilda, és torbágy fejére teszi az elsüllyed földrészről hozott menyasszonyi fejdíszt. 488-ban Jirka, majd 492-ben Hajnalka, 497-ben az ifjú Májinka fejére kerül, még 503-ban Lona Gyíjó Ilona fejére, mint fejedelmi dísz. Az alsó része eltűnt. 10. várat 485-ben fejezte be Tartó Sámán Ásmester, és ekkor kezdett el a hun ifjúság újból kalandozni, de csak titokban. Lona már 487-ben jelentette az öregek tanácsának, de végleges döntést Sziktivár megfékezéséről csak 495-ben hoztak. De az ifjúság nem akarta betartani, amely 500-ban Zsoltnak egy kalandozási vadászatnál halálát okozta, míg Sziktivár megbénult. Ekkor történt fokozatosan a szellemi őrségváltás, amely 503-ban fejeződött be, melynek kapcsán ért, aranyos székre került. Igaz szeretettel öleli Laci bácsit, hobbitársa, Pál Zoltán.